1917-ben három pásztorlánynak jelent meg a szűzanya Portugáliában. A gyermekekre három titkot bízott. Szűz Mária összesen 6-szor jelent meg a kiválasztottaknak. Ezt a római katolikus egyház is elfogadta. A 6. jelenést, a napcsodát becslések szerint 30-70 ezer ember látta. Erre emlékeztek most Martonoson. A Szentmisén Spányi Antal, Székesfehérvári megyés püspök mondott beszédet, Szent István nagyságára hívta fel a figyelmet. Számos csatát vívott, amelyben védte a népet, megszilárdította az országot, amelyben megvetette az ország jövőjének alapjait. A prédikációban elhangzott, Szent István felajánlotta a koronáját, az országát és a népét is Máriának. Talán a szűzanyának köszönhető, hogy a magyar nép a megpróbáltatások ellenére is felmaradhatott. A talpon maradásnak különböző fázisai voltak, akkor volt a magyar nemzet erős, amikor sikerült neki összefognia. Ez egy olyan tanulsága az elmúlt több mint 1000 évnek, amit azt gondolom, hogy újra és újra el kell mondani. Azért is különleges ez a mai este, mert a szűzanyáról szól, és arról, hogy az ő oltalmába ajánlottak bennünket, és ez valahogy megtöltötte a templomnak a terét. A jelenlévők is valamennyien arról beszéltek, hogy gazdagabbak lettek ettől az élménytől. Nagyon jól éreztem magam, nagyon fölemelő érzés volt ez a szép összejövetel. Ma is milyen fölemelő, gyönyörű, szép szertartás volt, hogy az embernek a lelke örül, és ez nagyon ránk fér, meg nagyon kell, hogy imádkozzunk. A Szentmise után útjára indult a körmenet, a település utcáin gyertyák gyúltak. A szűzanya fatimai szobrát vállukon vitték. A falu ünnepsége mindenkit megmozgatott, a gyerekeket is. És az atya felkéri minden évben az itt dolgozó pedagógusokat, hogy készítsék fel a diákokat, segítsék ki abban, hogy a diákok utat mutatnak ezekkel a szép fehér zsebkendőkkel, amelyel tudjuk, hogy merre kell a fatimai Szűz Mária szobrát vinni. A magyar nemzet összetartozásának egyik jele volt a fatimai ünnepség. Itt mögöttünk minden gyertyában egy-egy fohász, egy-egy ima van a szeretteinkért, a családunkért. Hiszem, hogy a legszentebb dolog a család is. A vallással él tovább, és a hitünk tart össze bennünket. Csak összekapaszkodással és egymás segítségével maradhat fenn egy nép, mondta a Bunfor Tivadar. Nagyon sokan elhagyják a hazájukat egy nagyobb darab kenyér reményébe, és hát tudjuk, hogy volt ilyen a török dúlás idején, volt ilyen, amikor a tatárok jártak ezen a tájon, de mindig sikerült a magyarságnak, a szűzanyának köszönve újra építkezni, újra létszámban felemelkedni. Martonoson több százan gyűltek össze a Szent Szüzet dicsőíteni. A településen 10. alkalommal szervezték meg a fatimai ünnepséget.